Köszöntöm Önöket, ez a Mintagazda júniusi száma. Alig múlt reggel 7 óra, amikor ezek a felvételek elkészülnek, és már gyönyörűen süt a nap, néhány órával ezelőtt azonban még esett az eső. Azt, hogy ez a változékony és kiszámíthatatlan időjárás milyen hatással van a növényekre, illetve a gyümölcsös kertekre, Illés Attila növényorvossal beszéljük meg Tiszadob határában. Mi most elindulunk, Önök pedig tartsanak velünk, és amíg utazunk, nézzék meg programajánlónkat. Végzetes időjárás. A legtöbb kertészetben tönkrementek a csonthéjasok. Piac és felvásárlás. A nagyszemű, roppanós cseresznyét keresik leginkább. 3 éves a nyíregyházi kosár. A következő nagy dobás közösségi finanszírozással jöhet létre. Szedd le magad. Egyre terjed a gyümölcsszedő akció. Szia Attila! Szervusz! Üdvözöllek ismét a Mintagazdában. Mit találtam? Látom, hogy valamit nagyon nézel. Igen, sajnálatos, hogy az ilyen gyönyörű cseresznyék kirepettek. Nem tudom, hogy próbálom úgy mutatni, hogy a kedves tévénézők is lássák. Tiszadobon vagyunk a Mikef Kft. Ültetvényében, ahol 8 hektár cseresznye ültetvény van, és amit látható, gyönyörű szép cseresznyék vannak a fákon, de ennek nagyon sok százaléka, 20-30-40, akár 50%-a is kirepett. Az elmúlt napok esőzései miatt. Tegnap előtt másfél napig esett az eső, azelőtt megint egy napig esett az eső, és ugye látszik is a cseresznyéken, hogy muszáj volt egy kis rézzel permeteznünk, pontosan azért, hogy az ilyen, a fertőzéseket, ugye itt a megrepett cseresznyében a fertőzések, különböző gombák megtelepednek, és rohamos fejlődésnek indulnak, ugyanis a levél nedvesség, illetve a hőmérséklet megfelelő arra, hogy a különböző gomba fertőzésekkel szaporodjanak. Itt például, melyben akár egy gyümölcsrothadás, akár egy antraknózis, jártam egy ültetvényekben, az antraknózis az ilyen megrepett gyümölcsökön ott van, ugyanis nem csak a cseresznye repedezik, hanem a medgy is. És ami meglepő, hogy amíg fél érett Katalin cseresznye, illetve a fél érett körülbelül 7-10-15 napon belül érő kántoriánsi medgy is megrepettek, és ezekben a repedésekben ezek a fertőzések nagyon hamar ilyen időjárásban, szerintem ma is lesz 25 fok, nagyon gyorsan elkezdenek fejlődni, és muszáj vagyunk rézzel permetezni, és csak rezet tudunk használni, mivel nem sokára szedni kellene, meg fogjuk is szedni a cseresznyét, és ugye az egészségügyi várakozási időket be kell tartani, mert egy ilyen érő cseresznyében nem tudunk berakni akár még egy 3 napos sem, mint például egy fenhexamid hatóanyagot. A réznél ez nulla, ha jól. A réznél ez nulla, így van, ugye bioültetvényekben igazából gombák ellen csak ként meg rezet tudunk használni, itt Tiszadobon is Szakács Rolandék is a bioalmában csak rezet használnak, ezért fújjuk a cseresznyére a rezet. Ahol még fél érett állapotban van, vagy 10 napon, 7 napon túl szedjük a cseresznyét, vagy a medgyet, ott érdemes egy tabukonazó vagy flópirán kombinációt használni, az 7 napos, illetve 3 napos egészségügyi várakozási ideje, élelmezés egészségügyi várakozási ideje van a fenhexamidnak. Ezekkel érdemes, ahol még fél érett állapotban van, még esetleg kálciumot is belerakni. Akkor ha jól értem, igazából az a probléma, hogy sok eső esik, és utána meleg van sokáig. Így van, és ez nem csak a csonthéjasoknál probléma, bár hozzáteszem, hogy hétfőn voltam egy tiszafüredi intenzív kajszibarackos ültetvényben, ahol a kajszibarack is elkezdett repedni. Azt is gyorsan, a springblast fajta érik, és gyorsan le kell szedni, piacra dobni. Nagyon jó áron szerencsére, ilyen 500-550 forint körül viszik a piacra, de muszáj vagyunk leszedni. Van olyan kajszibarack, amit ilyen 85-90%-os érettségben kell leszedni, ugye ez utóérő, tehát ilyen probléma nincsen, hogy a vásárló éretlenül, illetve nem édesen ezi meg, vásárolja meg. Mi, amikor bejöttünk az első fánál, azonnal leszedtünk néhány cseresznyét, és látszott, hogy némelyiknek áll a víz itt a száránál. Igen, igen. Az milyen problémát okoz? Olyan problémát okoz, ezt is meg tudjuk mutatni, hogy ha sokáig áll benne a víz, akkor szépen így, látszik, hát. Igen, körbe bereped. És ugye ez első osztályra nem értékesíthető, ez másodosztály vagy harmadosztályba, illetve lekvárnak, vagy pálinka alapanyagnak.
és ezért is egy ilyen érőfélben lévő, vagy érett állapotú gyümölcsben csak rezet tudunk használni. Ez mit jelent, hogy összesen hány százaléka sérült a gyümölcsnek? Ez régiótól függ. Például Csenge környékén egy olyan 50-70 százalékban repet. Megint hozzá kell tenni, hogy fajta függő is, mert van, amiknek keményebb a héja, van, amiknek puhább a héja. De van olyan régió, ahol csak 10-20-30 százalékban. A tegnapi eső, ahogy végigvonult az egész országon, igazából egy pár óra 10-20-30 mm, amiket én hallottam, 10-20-30 mm-eket mondtak, hogy leesett egy pár óra, sőt van, ahol fél óra alatt is. Úgyhogy ez nagyon nagy probléma. Az értékesítés szempontjából szintén az a probléma, hogy a tavaszi fagyok, illetve amikor virágzásban volt, vagy amikor gyümölcs méret körülbelül egy olyan 8-10 mm-es volt, akkor is kaptunk egy fagyot. Ez megint leredukálta a gyümölcs mennyiségét, illetve hát ugye innentől kezdve a minőségét is, mert például almában fagyléces, vagy ilyen emeletes almák nőttek sajnos, és a minősége romlott, a mennyiség meg igazából az utólagos előrejelzet, illetve utólagos becslések alapján egy olyan 40-50 százalékos kiesést is mutattak, illetve prognosztizáltak, ami az árakban elméletileg meg kell, hogy jelenjen, de nem biztos, hogy meg fog jelenni. Sajnos a piaci helyzet olyan, hogy a termelő kiszolgáltatott helyzetben van, bár itt Nyírmegyes környékén, illetve itt Nagycserkész környékén vannak összefogások, kiemelném a nagycserkészi összefogást a hajdudorgiakkal, akik próbálnak jó ára kialakítani, egy olyan 200 forint körül, nem tudom, hogy mi lesz belőle, én bízom benne, hogy jó ára fog kialakulni. Cseresznyénél sajnos ketté kell osztani az országot, Dunántúlon, amit én hallok meg tudok, 3-5 euróért megy, itt meg ilyen 500 forint, 400 forint környékén adják, 650 környékén kilóját. Hát Attila, köszönjük szépen, azt hiszem, hogy mi pedig elmegyünk, és egy régi ismerősünket, Ványi Gábort megkérdezzük, hogy az ő cseresznyés kertje hogy áll, és hogy mi a helyzet a cseresznye piacán. A műsor felvétele után néhány nappal hatalmas jégeső verte el Csenger és 12 másik település környékét, de ezt ekkor Illés Attila még nem tudhatta. Ezek a drónos felvételek már a helyszínen készültek, és jól látszik, hogy mennyi jeget fogott fel a háló. Már ahol volt. Az első becslések szerint 100%-os a kára a zöldség gyümölcsösökben, de a kalászosok egy része is tönkrement a viharban. A továbbiakról beszámolunk majd a következő mintagazdában, most folytassuk utunkat a cseresznyésbe. Ez itt már Ványi Gábor kertje, és ha jól látom, éppen egy cseresznyefa ágait vizsgálja. Jó napot kívánok! Szervusz, üdvözöllek! Üdvözletem, hogy mint? Hát, nézegetjük a cseresznyét. És milyen az idei termés? Hát, mint említettem, a korábbi felvételek alapján egy olyan 30%-os terméskiesés tapasztalható, a fagyás következménye. Ha visszaemlékszünk, május 20-21-ére virradó hajnalban volt egy -2-3 fokos hideg. Annak látszik egyébként az eredménye, de minden rosszban van valami jó alapon. Én azt mondom, hogy a kevesebb gyümölcs jobb minőséget eredményez, tehát a méretbe. A jelenlegi fajtánál a kárment, amit szedünk, nem ritka a 35-36 mm-es cseresznye. Ez láttam, hogy arra szedik, megnézzük. Ezt hogy... megnézzük, természetesen büszke is vagyok rá egy kicsit. 36 mm, azt mondta? Van olyan is, igen, de nem. Ez az általán? Inkább én azt mondom, hogy a kárment cseresznye az egy 30 pluszos, alapból az etalon már, aki meg tudja csinálni a 40 mm-est is. 40 milliméter cseresznyét. A dolgozók arra törekszenek, hogy ők tudják a főnöknek átadni a 40 milliméteres cseresznyét. És közben akkor jobbra-balra, hogyha látjuk, különböző fajták vannak, Linda és a Katalin. Ez jövő héten kerül majd szüretelésre, de hogyha hozzátesszük a mércét,
lehet látni a világosabb színárnyalattal a Katalin cseresznyét, az a egyik magyar fajta közül a legkésőbbi, plusz 28-as lesz az is a méretben, egy világosabb, még jelenállás szerint. A másik pedig a Linda cseresznyem, szintén egy magyar fajta, keményebb, csak sajnos a világ elmegy mellettünk, és mindenki a 30-35 mm-es átmérő cseresznyét, kemény állagút, vastag kocsányút, sötétzöld színű kocsányút keres. Tehát ebbe az irányba kell nekünk is valahol majd tovább menni. Ahogy említette, akkor ez megy is, ez a nagy szemű cseresznye termése? Hát igen, van olyan kereskedő, aki azt mondja, hogy egész júniusban nagyon szívesen elhordaná. Hát van egy örök dilemma ugye a kereskedő meg a termelő között, a kereskedőnek sok az ár, a termelőnek meg kevés az ár, amit kap. Ez most a tejnél is ugyanígy van, meg sok egyéb dolog. Nyilván igen, de ugye most önöket jobban befolyásolta az utóbbi időjárás, azt követően is, hogy ugye volt egy viszonylag komolyabb fagy áprilisban. Ugye a fagynak volt egy olyan hatása, hogy ilyen fagylécesnek, mondjuk az almánál különösen, cseresznyénél is egy ilyen erős perzselési hatásnak van. Na most a környékén, a cseresznye környezetében, tehát a fagyléc környékén erőteljesebben indul a sejtnövekedés, és ennek hatására pedig kicsattan. Na most így hirtelen nem tudom, de ez egy kár. Például ez tipikusan egy ilyen fagyléces dolognak a következménye, száraz, de körülötte nő a sejt, és ezáltal kicsattan, hozzájárul még az eső is. De amint látjuk, elég szépen be van rakódva, mérete is megfelelő, tehát már ezek a méretek azért a 32-34 mm átmérőjű. Ezt napokon belül le kell szedni. Mondjuk, ha ilyen jó meleg idő lesz, akkor még nő, meg fölszárad. Tehát nem marad párás, nem marad dúsztos környezetben a cseresznye. Nézem közben, hogy melyik területen tudnánk bemenni. Hogy igen, én el vagyok képedve, ez 32 mm, menjünk és nézzünk meg egy 40 mm-est, nagyon kíváncsi vagyok. Egy-kettőre meg fogják találni a szedő emberek. De közben, hogyha fölnézzünk a fára, már lehet látni, ez annak az eredménye egyébként, ez a nagyobb méret, hogy kevesebb van a fán. Na most még hozzátenném, hogy ez a magyar cseresznye büszkesége, cseresznye természetes büszkesége, ez a Carmen fajta. Azt is hozzá kell tenni, kollégáktól tudom, hogy Németországban meghallgatják, tehát elhallgatnak, hogy a németeknek nagyobb fajta, egyébként nincs nagyobb fajtájuk. Említette a piacot, térjünk rá egy kicsit arra, hogy egy ilyen év után, illetve hát az év első felén vagyunk túl, de a cseresznyék most van itt a piaca, milyen piacra számíthatnak? Hát az idénye most van, nem is a piaca. Az az igazság, hogy nem olyan nagy területen rendelkezem, tehát egy 4 hektár cseresznyeültetvényen rendelkezem. A fajta összetétele olyan, hogy nem egyszerre kell leszedni az egész cseresznyét, tehát el lehet húzni. A Carmennel kezdünk, Germelsdorf, Linda, Katalin fajta, tehát ez pont olyan ütembe, ahogy érik a cseresznye. Kereskedőknek, hát lehet mondani, hogy nepperek is jelentkeznek, nem szívesen foglalkozok a nepperekkel, mert azok még a 40 mm-es átmérő cseresznyébe is belekötnek, hogy nem elég szép színű. Az igazi kereskedő az ránéz a ládára, és egyből azt mondja, hogy Gabi, büszke lehetsz arra, hogy ilyen minőségű cseresznyét állítottál elő. 29, 30, 31, 32, 33, 34 mm-en is fönnakad, 35-ösön is fönnakad, tehát hogyha itt nézzük, akkor ez egy 35-ös cseresznye, de lehet, hogy rátesszük a 36, még a 36-oson is. Hangsúlyozom, a profi cseresznye termelők, vannak egy pár Magyarországon is, hát ilyen 100-150 milliós géprendszerrel rendelkeznek, nem 4 hektára, tehát nyilván 4 hektára ilyen beruházást nem tudok eszközölni. 2 mm-enként osztályozzák a cseresznyét, az a gép. Tehát infra osztályozó, meg egyéb ilyen nyalánkságok. Tehát ha itt ezt föl lehet venni, lehet látni, hogy tehát ez egy minőségi cseresznye. Hangsúlyozom, hogy nem mindig baj, ha sok eső esik a cseresznye ültetvényre.
folyamatosan jöjjön a vízellátás, folyamatos legyen a vízellátás, és akkor a repedés is elkerül bennünket. És így, hogy van kihulló cseresznye, illetve elég sok az idei veszteség, várható-e a felvásárlási árakban elmozdulás? Hát, azzal tudjuk, hogy az ipari feldolgozásra alkalmas, vagy lehet felhasználni. Viszont volt egy olyan kereskedő, aki azt mondta, hogy a repettet szeretné egy más árba, egy viszonylag olcsóbb árba elvinni, mert a piacon jelentkezik olyan háziasszony, azt mondja, hogy szeretne megyleves csinálni, szószt csinálni valami húsokhoz, tehát le tudjuk szólni, 3-4 ládával elvitt, tehát, de a legjobb, hogyha jó finom cseresznyepálinkát készítünk belőle ebből a... Nem biztos, hogy ez a fajta alkalmas legjobban rá, a cukortartalom miatt, hogy esetleg nincs, ha lehetne, mennénk erről az oldalról, jó? Gyere utána. Nincs olyan. Na most nyilván, hogy az átlag nem... Jó napot, késő! Meg vannak szeppenve az asszonyok, hogy tehát így néz ki a ládába. Jani, légy szíves, nekem egy 40-es cseresznyét keresni. A kocsi tehát, műszerfalán van be. Tehát így de néz ki. De ne azzal a tolómérővel nézni. Ki egalizálva. Tehát így néz ki a láda. Na most tekintettel, hogy itt is emberek dolgoznak, azért egy-egy szem belekerülhet. Olyan, de ezt, amikor a valódi kereskedő ránéz, azt mondja, hogy igen, 200 ládát rendelek belőle. Itt van a kezemben egy tolómérő és két cseresznye. Ezt muszáj megmutatnom a kamerának, hogy ez 38 mm. Tehát itt beszéljük egy picit arról csak, hogy nincs telerakva az edény. Tehát ezt a válogatást, ezt nagyon egyszerűen meg tudja oldani két ember. És itt a nagy szeműben belekerül, és a kicsivel mi történik? Hát kiszedjük, ott van a vödör, kirakjuk belőle a repettet, tehát ebbe 30 mm alatti cseresznye nincs. Tehát kiszedi a két rosszat belőle, kiönti, és nem kerül 150 millió forintba ez a gépsor. Óriási nagyok, szinte hihetetlen, hogy ez cseresznye. Tehát még egyszer mondom, az a 30-40-30% hiányzik a fáról. Valószínű, hogy kisebb lenne a mérete. Ja, de még akkor is, de még akkor is áruminőség. Tehát akkor is azt jelenti, hogy egy minőségi kategóriába tartozik. Hangsúlyozom, már az új fajták között vannak standard 35 mm-es átmérőjek, keményebb húsúak, még ettől is, és vastagabb, sötét, zöld kocsánnyal rendelkezünk. Tehát ebbe az irányba megy el, egy kanadai fajta ebbe az irányba megy el. Bízunk benne, hogy majd lesz itt is. És meddig tart a szünet, és mi történik utána? Hát még olyan 3 hét, a különböző fajták, hogy érés ideje elhúzódik, még egy olyan 3 hétig tart a szünet, és a lényeges momentum az, hogy a szünet után sem állunk le a növényvédelemmel, még egy kis facsikkezelés, faápolások. Igazából az lenne az igazi, hogy egy zöldmetszést meg tudnánk még augusztus elején el tudnánk végezni, tehát nem téli metszéssel, hanem zölden egy hajtásválogatás, szellősebbé tenni a kornát, mint ahogy itt is lehet látni, ezek már a jövő évi terméseknek a kezdeményei, és a legfontosabb a növényeknek a tápanyaggal való föltöltése, tehát olyan mikroelemeket föltenni, amit a talajon keresztül még nem tud fölvenni, de a levélen keresztül könnyebben fölvesz. Tehát fölkészíteni a térre a növényeket, hogy ellenállóak legyenek. Ez itt szerencsétlen része pont a területnek, egy laposabb rész, és itt lehet látni, elég sok fa kipusztulás is van, ez éppen a hideg miatt van, de hát okosabb lenne az ember, akkor egy sík területre, arra nagyon kell vigyázni, mert a fagyra érzékeny, tehát a csontíjasok. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Akkor most azt hiszem, hogy elindulunk, és megnézzük, hogy a nyíregyházi kosárközösség hogy üzemel, és hogy lehet-e náluk ilyen szép cseresznyét találni.
A napokban volt 3 éves a nyíregyházi kosárközösség, az ötlet maga pedig már több mint 4 éve született. Zalatnai Lászlót arról kérdezem, hogy mi is ez a vásárlóközösség, hogyan működik és miben látják a jövőt. Ugye a rendszernek az a lényege, hogy vannak helyi termelők, vannak helyi fogyasztók, és őket össze kellene kötni valamilyen felülettel. Ez hogy néz ki a gyakorlatban? Tehát én hogy tudok helyi termelőtől vásárolni, vagy éppen értékesíteni? A kosárnak az a lényege, hogy van egy webfelület, ahol a helyi termelők feltöltik a termékeiket, és be kell regisztrálni, mint egy normális webshopba, és az ember minden szépen szerda, most már éjfélig lehet kattingatni, bekerül a kosárba, amit meg akarok venni. Szerda éjfélkor lezár a rendszer, tehát ami benne volt, az akkor megrendelésre került. Csütörtökön reggel megkapják a termelők a rendelést, és péntekre összekészítik. Pénteken van az átadási nap, ez a tér a kosár átadási helye. Durván most a héten éppen pont 40 termelő szállít be ide termékeket. Van egy olyan 2000 fős regisztrált közeg, aki vagy vásárol, vagy nem, de az átlag állandó vásárló az a 100 fő körülbelül hetente. Ez mit jelent, hogy mennyi pénz fordul meg nálatok és mennyi termék? A forgalomra azt tudom mondani, hogy durván évente olyan 25 és 30 millió forint közötti forgalma van a kosárnak. Tehát nagyjából ez a nagyságrend, amit mi meg tudunk mozgatni. Tehát a kosáron keresztül ennyi piacot tudunk biztosítani a helyi termelőknek. Ez igazából elenyésző a nyíregyházi élelmiszer piacán belül, hiszen azt számoltam, hogy évente olyan 40-42 milliárd forint az a nagyságrend, amit élelmiszerre költ ez a város. Van-e bármiféle izgalmas fejlesztésetek? Hát én azt gondolom, igen, hogy ez van a úgynevezett sharing economy, vagy megosztáson alapuló gazdaság, amit hangos a közgazdasági világsajtó. Igen, most az nagyon meg. És elgondolkoztunk mi is, hogy mi szól ez a megosztáson alapuló gazdaság. Valójában arról szól, hogy vannak kapacitások, feles kapacitások elosztva, és vannak szükségletek. Most azért beszélek így, mert hogy mindjárt le lehet fordítani ezt gyakorlatra, hogy szükségletünk egészséges élelmiszer, mondjuk egészséges tojás, ami kapirgáló, szabadon kapirgáló, egészséges, nem tápon felnevelt tyúkokból származik. De ahhoz, hogy ez létrejön, ehhez olyan termelők kellenek, akik azzal az infrastruktúrával rendelkeznek, van megfelelő minőségű csirkeol, például van megfelelő tápanyag, amit táplálék, amivel a csirkéket el tudják látni, és azt látjuk, hogy van igény, van is termelő, aki ezt meg tudja csinálni, csak például hiányzik az a gazdasági eszköz, ami mondjuk egy bankhitelt jelenthet adott esetben, hogy ezt az infrastruktúrát, mondjuk egy csirke, ahol felépítéséhez szükséges pénz, az rendelkezésre álljon. És valójában erről szól az egész mondjuk aranytojás társaság, mi ezt a nevet találtuk ki ennek, tehát ne legyen részvénytársaság se, de mégis valahogy mutassa azt, hogy ez egy befektetés. A vásárlók vásárolhatnak egy ilyen aranytojás társaságban egy ilyen részjegyet, 5-től 50 ezer forintig vannak ilyen címletek. Ezzel valójában nem támogat is, de nem egy ilyen adomány formájában kell elképzelni a támogatást, hanem ő lényegében előre hozza a költését. Van, amikor a fogyasztást hozzuk elő, de most a költésünket hozzuk előre. Azt mondom, hogy 2-3 hónapot én ráérek várni arra, hogy mondjuk augusztus-szeptembertől legyen nekem rendszeresen. Tehát előfinanszírozással vesz tojást. Igen. És hogy nem ugye egy beruházás több 100 000 forintba kerülhet, nem egy embernek kell ezt megfinanszírozni, hanem egy közösségnek, akár 5000 forinttal is be lehet ebbe szállni, és amikor termőre fordul a projekt, tehát felépült a csirkeol, megérkeztek a táj őshonos magyar csirkék, akkor, és megjelenik a tojás, akkor én ezért a előre általam beadott pénzért megkapom majd szépen hetente rendszeresen az osztalékot. Az osztalékot, igen. És ezzel valójában én befektettem a saját egészséges élelmezésembe, hiszen akkor garantáltan azt kapom, ami számomra fontos, ezért nagyon fontos. Köszönöm szépen, hát sok sikert hozzá, mi pedig most ellátogatunk egy másfajta közösségi kezdeményezéshez. A Szedd Magad kezdeményezés nem új keletű dolog, viszont a megyében még eléggé gyerekcipőben jár. Van gyűjtő oldaluk, ahol a gazdák hirdethetik magukat, a vásárlók pedig válogathatnak a kínálatból. Több telefonszámot is hívtunk, a legtöbben nem értük el a hirdetőt, míg végül sikerült beszélnünk Rutkowski Józseffel, pusztadobosról, aki készséggel fogadta stábunkat.
Szia! Jó napot kívánok, Rutkowski József vagyok. Megbeszéltük, hogy kijövünk hozzád, megkérdezzük, hogy miről is szól ez a kezdeményezés. El tudnád mondani, hogy mi ez a Szedd Magad akció, illetve mozgalom? Hát ezt én az interneten találtam, és én is megpróbálkozok így, hogy saját magam a piacra jussak, mert így elég nehéz eladni az itteni viszonyok körülmények között a cseresznyét, és akkor próbáltam így, hogy helyi gazdák, vagy bár Vásárosnaményból, Nyírmadáról, mint itt is helyi város, Bakta Laurent háza, Máté Szalkáról, hogy hát, ha a városiakat jobban érdekelné, mint a boltba, 700 forintos áron, és itt töredékért meg tudják szerezni a cseresznyének az árát, vagy a cseresznyét a termelőtől. Na most ez konkrétan akkor mit jelent, hogy aki magának leszedi, az olcsóban kapja meg? Igen, ő jön egy kis vedérkével, vagy van nálam vedér létre, és akkor ő a családjával eljön, és azt a cseresznyét szedi le, ami neki tetszik, ami ízlik. Ja, és azt viszi el, amit Persze, magának. Közben fogyaszt is beleőle, és akkor megszed egy-két láda, vagy vedér cseresznyét, és lemérjük, és akkor őstermelői igazolvánnyal rendelkezők számlával persze, és akkor úgy eladva. Ez milyen árkülönbséget jelent mondjuk egy piaci cseresznyéhez képest az, amit te kínál? Hát harmadon, harmadáron. Tehát mondjuk egy 200 forint körül? Igen, most hallottam pont a Buzatéren, hogy 700 forintban van egy kiló cseresznye, és én például 200 forint, 250 forint körül. Mennyire ismert ez a dolog, mennyire keresett? Tavaly volt egy-két vásárlóm, szoktam sárga barackot, őszi barackot is eladni, szóval vannak már visszajárók, Vásárosnaményben dolgozok én is tűzoltóként, és ott is szoktam már teríteni munkatársaknak, szomszédjaiknak, és akkor ők is már jelzik előre, hogy kijönnének, vagy megveszik tőlem a termékeket, úgyhogy így lehet az embernek teríteni magát. Internet nagyon jó, mert jobb, mint az újság azért. Köszönjük szépen az információkat, reméljük, hogy azért beindul ez a dolog. Akit érdekel a kezdeményezés, az interneten rengeteg példát találhat rá. Egyébként nálunk Szabolcs megyében is egyre elterjedtebb ez az egész dolog. Velünk legközelebb egy hónap múlva találkozhatnak, addig is kövessenek minket Facebookon, illetve a weboldalunkon. Viszontlátásra!